Köszönöm. Áldás békesség, jólét, sziasztok, szép napot mindenkinek. Elnézést, kicsit beteg vagyok, de a fő, hogy itt vagyok. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki egyáltalán ide eljött, aki ezt most sugározza, és eljutatja minden igazi nemzeti érzelmi magyar embernek ezt a témát, mert ez egy nagyon kényes téma, és mind a mellett, hogy ez egy kényes téma, én úgy gondolom, hogy ketté kell választani. Pont ezért a mai közélet dolgait a politikától. Ez mindannyiunk életéről szól, ez közérdek, hogy mindenki minden információval tisztában legyen, és nem lehet belőle politikai érdeket kovácsolni senkinek. Ezt szerintem leszögezhetjük, és aki ezzel nem ért egyet, én úgy gondolom, hogy ez a nemzetárulók sorába beállt. Az első és legfontosabb dolog, amiről senki nem beszélt az utóbbi hónapokban, az nem más, mint maga a lítium és az ólom és a technológiában rejlő veszélyforrások. Az elmúlt 3 év ennek a magyar nemzetnek a potenciál nevű szóról szólt. Ha tetszik, hanem be kell látnunk mindenkit a koronavírus időszakában és az egész propagandában mindig a potenciálra riogattak, hogy miért is kell valamit megtennie minden magyar embernek. Miért kell oltatni, miért kell a globál vakcinát magába, gyermekeibe is úgy alapvetően mindenkibe beleszurakni. Akkor is a legfontosabb dolog az volt, hogy hogy maga a potenciál mi is. Ez egy kulcskérdés van. Mindennek van gazdasági normatívája, jogi normatívája, hiszen jogállamban élünk, nem nemzetállamban. Na ez az, ami már én úgy gondolom, hogy túllép médián, marketingen, közügyen, politikán, mindenen. Ugyanis ha nemzetállamban élnénk, akkor törvények uralkodnának, és nem a jog. Ez az én vesszőparipám, és ez is fog maradni, amíg élek, vagy amíg levegőt veszek. Ugyanis egy nemzetállamban törvények vannak, és nem jog. A jog ma lehetővé teszi mindazt, amiért ti itt vagytok, amiért én itt vagyok, és amiért ezt közvetítik. A jog határoz meg mindent ebben az országban, ami a római jogon alapul, ami a Vatikán jogán alapul, és mindazon az elnyomó fasisztoid állami berendezkedésen alapul Magyarországon is, mint a világ összes országában, vagy Európa összes országában 1798 óta. Ezt ki kell mondani, aki ezt elfogadja, én úgy gondolom, hogy ez beállt a nemzetárulók sorában. Az első és legfontosabb dolog, hogy a potenciál kérdését azt én úgy gondolom meg kell vitatni. Hogyha csak eszemszögből nézzük a lítium, az ólom, meg magának ennek a technológiának a kérdését, akkor ki kell mondani, hogy föl sem lehet mérni, hogy mekkora potenciál van ebben a technológiában. Ezt a legtöbb ember nem is érti. Ha itt baj lesz, már pedig benne van a pakliba, láthattátok az elmúlt hónapokban, években, Samsung gyár alapján, nem csak hazánkban, hanem külföldön is láthatjátok sorra kiégni a Teslákat, a buszokat, láthatjátok a gyárak környezetszennyező hatásait. Ezeket ki kell mondani, aki nem látja, az vak. Itt még Magyarországon csak odáig jutottunk el legutóbb, hogy már 23 ember kórházban van, mert olyan egészségtelen környezetnek és munka környezetnek lettek kitéve, lapozzunk. A potenciál ez egy pici szelete, ami itt megmutatkozik. Viszont az úriember, aki itt felszólalt előttem, ő kimondta a legnagyobb igazságot. Nem értitek, hogy mi van akkor, hogyha tényleg baj lesz. Kínában már előfordult, megmutatkozott ez a probléma, aki még nem látta, az jobb, hogyha nem tudja, vagy nem is nézi meg, mert abban a pillanatban meg fog benne hűlni a vér. Ha itt berobban valami, hölgyeim és uraim, szeretett magyarok, mindenki, ha ez berobban, azt nem lehet megfékezni, azt nem lehet megállítani. Amikor a háborúról beszél valaki, amíg itt a nagy része, akik itt van, nem tudjuk, hogy mi a háború. Mi nem éltük meg, hogy milyen a második világháború. Nekem nagyanyám elmesélte, Isten nyugosztalja, hogy milyen a háború. Akik már megjártak Vietnámot,
és egyéb ilyen helyeken, azok pontosan tudják, hogy mi az, hogy környezetszennyezés, vagy életellenes bűncselekmény, mint a mustárgáz és hasonló vegyi és biológiai fegyverek elengedése. Ez nem vicc kategória. Ha egy ilyen gyárban valami történik, az egész várost le fogja teríteni szennyezéssel, és ennek a mértékét, ennek a potenciáját ma lehet vagdalkozni matematikával és számokkal, de ezt nem tudjátok felmérni. Ki fog benne pusztulni minimum a fele egész Nyíregyházának, hogyha egy ilyen gyár berobban, és ez már nem matematika kérdése, ezek ténykérdések, ezt nem lehet megállítani, nem lehet eloltani, nem lehet vele semmit kezdeni. És hogy ezt miért mondtam? Mert minden ott kezdődik, hogy mi is a lítium. Mi az óna? Ma azzal jön mindenki ennek a technológiának a képviselői, azzal jöttek ebbe az országba is, és ez egy globális program, ezt is meg kell érteni mindenkinek. Mi csak egy szelete vagyunk ennek a globális programnak. Maga a lítium, az a hármas rendszámú elem, alkálifém, a legkönnyebb fém a világon. Ezért alkalmazzák egyébként ötvözetekben, gyakorlatilag mindenben, mert hihetetlen könnyű. Nagyon sok mindenre használható egyébként, sokkal könnyebb, mint az ólom, sokkal nagyobb feszültséget tud leadni, bármire is használják, a rendkívüli reakcióképessége ruházza fel azzal, hogy azt a technológiai képviselői mindenre is föl tudják használni. És itt ez a kulcs. Sokan ritkának mondják ezt a lítiumot, amit egyébként most azzal propagálnak, hogy az ólom kiváltására akarják használni, ami egyébként egy még mérgezőbb történet. Az első és legfontosabb dolog, hogy mindössze két helyen fordul elő a világban, nagy mennyiségben koncentráltan maga a lítium. Az egyik a magas hegységek, a másik pedig nem más, mint a kaszvizek és a termálvizek kicsapódása. Na és akkor itt most már valószínűleg szöget ütött mindenki fejében, hogy miért akarnak Magyarországból akkunagyhatalmat csinálni. Hét országgal vagyunk határosak, a logisztika mindenek előtt, az új világrend mindenek előtt, és mivel ez egy globális program, Európában kellett, az Európa szívébe kellett berakni ezt, ahol gyakorlatilag minden négyzetcentin alattunk itt van a kincsünk. A földben, a vízben és a levegőben itt van, ahogy az előttem szóló hölgy ezt elmondta. Ahova most is Debrecenbe akarnak akugyárat, máshol is akarnak, ott ezeket nagyon komolyan felmérték. Ez a program több mint 12 éve lett megálmodva. 2013 óta foglalkozik a magyar kormány azzal, hogy ezt a projektet, az új világrendi projektet, ami most van, ezt meg tudja valósítani, és hogy Magyarországból akkunagyhatalom legyen. 2-3 évig tárgyaltak a háttérben ezekről, a legutóbbi két éves tárgyalás eredménye például csak maga a Kettle, CATL, jól hívja, és a hozzátartozó egyéb ágazatok és a jövőbeni iparosító befektetések. Ezek a melegvízű hőforrások, termálvizek és minden, ami itt van alattunk, ebbe, ha hektárra nézitek, akkor Magyarország világ első jelen pillanatnyilag. Világ első vagyunk. A fém lítiumot ipari mértékben annak sójából, lítiumkloridból, 55% lítiumkloridot, 45% káliumkloridot tartalmazó keverék elektrolízisével, és ehhez bődületes mennyiségű elektromos áram kell, 450 Celsius fokos hőmérsékleten, na így állítják elő. A felhasználását tekintve kerámia, üveggyártás, színezési termékek, pirotechnika, lítium-alumínium hidrid, ez nem más, mint hadipari hajtóanyag és rakéta üzemanyag. És itt lesz majd az a kulcs, amit a víz kontextusában és az Orbáni legutóbbi évértékelő nemzeti beszéd révén meg fogtok érteni. A lítium akkumulátor gyártása, ki kell mondani, Magyarországon sem környezetkárosítás miatt, sem energetikailag, sem gazdaságilag, és végül, mivel mi ugye humán erőforrások vagyunk, szóval semmi ebből a szempontból sem állja meg a helyét. Ezt, aki azt mondja, hogy ez nem így van, az egy hazudik, akkor már csak azt kell eldönteni, hogy miért hazudik. Azért, mert nemzetáruló, vagy azért, mert ostoba. Ez az én véleményem, kész, nincs több mozgási tér.
Az energetikai mérleget tekintve alapvetően a lítiumipar, az alumíniumipar és minden, ami ehhez kapcsolódik, jelen pillanatilag halott technológia. Aki azt mondja, hogy nem így van, lásd előző pont. Sokkal több az energia, a kívánt energia minden szempontból, ami befektetést ez igényel, mint az, amennyi tárolás, fejlesztés, kapacitás, vagy éppen amilyen szempontok szerint ezt fel akarják használni. Lásd előző pont, már nem teszem hozzá újra. Több száz milliárdos befektetéssel olyan gazdasági kárt jelent ez eleve, amiben a potenciál, illetve a potenciál végkicsengését megint csak nem tudják földolgozni a magyarok, nem értik, mivel ezt az alapvető kontextus sem értik, mert még idáig nem mondta el senki. Gyakorlatilag akkor felmerül a kérdés mindenkiben, miért kell több mint 22 gyárat, abból több akkumulátorgyárat és kétszer annyi alá bedolgozó különböző megoldást Magyarországra tenni. Egy, mert mi vagyunk a világ elsők a vízrészletben. Európa szívében vagyunk, kettő. Tehát alapfeltételek és a logisztika is adott az új világrendi rendszer számára. És ami a legutóbbi Orbáni beszédben elhangzott, az pedig nem volt más, mint hogy Magyarországnak a jövő ipara az már nem a földművelés, az nem a tiszta víz, föld, levegő készlete megóvása a jövő nemzedékei számára, és már nem is az összeszerelőipar. És ez az, amit nem értettek ti se, és nem értett senki. Itt a hadipart nevezte meg elsődleges forrásként. Ugyanis, mivel egy globális program része vagyunk, ez nem csak autóiparról szól. Ez nem a BMW, a Mercedes és az Audi konglomerátumáról szól, amit két évvel ezelőtt Merkel anyánk életre hívott. Ez nem erről szól, hogy ezek már megállapodtak, és már valójában ez egyetlen állami német cég, és hogy Európában, akik vannak, azok csak az ő autójukban, a kívánt sok 10 millió német számára majd megteremtik az új jövő dolgait. Ez nem erről szól. Az akkumulátorok elsősorban a legújabb kiadott világpropaganda fényében nyíltan ki lettek mondva a szindikátus által az Egyesült Államokban és itt Európában is. Aki még nem tudta annak, akkor elmondom. A jövő egy szelete az ilyen piciben nyilvánul meg, ugyanis ez egy átállítási technológia 2030 és 2050 közé. Ez, amit most láttok, az autóipar, az csak egy pici szelete ennek az egésznek. A legnagyobb része az valójában az új technológiák és a hadipari és környezeti ipari technológiákban történő átállás segíti elő és befektetés. És mikor Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország számára a hadipar az egy kiemelkedő történet, akkor valójában fel kell tenni a kérdést, hogy nekünk hadipar kell, vagy tiszta föld, víz és levegőkészlet. Ugyanis ez már nem az autókról szól. És én ezt úgy gondolom, hogy ezt rögtön itt az elején, így röviden el kellett, hogy mondjam nektek, hogy én a magam részéről soha nem fogok támogatni egyszerű, hétköznapi szabolcsi nyíregyházi emberként, soha nem fogok támogatni olyan dolgot, ami ezt a nemzetet kiszolgáltatja a regnáló világhatalomnak, mert azok a kérdések, amik megválaszolásra várnak mindenki fejében és szívében, hogy ez a föld nem eladó, a nemzeti kincseink nem eladóak, ez sok embert egységbe tud hívni. Viszont akkor én úgy gondolom, hogy Pócs Alfrédre reagálva is, aki hatalmas igazságot mondott ki azzal, hogy a lélekhez kell szólni. Én úgy gondolom, hogy túl sok platform van ma már Magyarországon, túl sok jó szándékú, jó akaratú ember van, aki mind kiáll, fölvállalja a maga módján, és elmondja, hogy mivel nem ért egyet. Lehet mondani szakmailag, jogilag, közgazdaságilag, mindenhol. De egy valami nincs meg, és ez a politika miatt nincs meg. Ez, minden, ami itt volt, ez matek. Matek, számok, tények. Lehet velük vitatkozni, lehet rajtuk jogászkodni, közgazdászkodni, mindent lehet. De magyarnak lenni egy tudati és egy lelki közösség. Én ezt így gondolom. És én úgy gondolom, hogy aki nem így gondolja, hanem beáll a politizálásba, beleáll a jobba, az a következő két év szociokurzusában a világhatalmat szolgálja ki, és az nemzetáruló. Ez az én véleményem. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és kérlek arra benneteket, hogy mindenkinek mondjátok el, gondolkodjon el azon, hogy mi az,
ami őt a nemzettudati egység felé tudja terelni, és ez a szívszava, az a nemzeti értékrendünk megvédése, semmi más, mert senki más nem képes arra, senki más nem képes arra ebben az országban, amire ti képesek vagytok civilként, emberként. Mindenki, aki jogászkodik, közgazdászkodik, politizál, az magát humán erőforrásnak tekinti. Ti emberek vagytok. Mi emberek vagyunk, és ki kell állnunk magunkért, egymásért, és e felé kell, a szívútja fele kell terelni mindenkit. Ahogy Alfred mondta, a lélekútja fele kell terelni mindannyiunkat, mert másképp nem fogjuk tudni érvényre juttatni civilekként azt, amit szeretnénk, mert mindenki ellenünk lesz a következő két évben. Megpróbálnak felőrölni benneteket tudatilag, lelkileg, mert erről szól a világhatalom projektje. Nem tudnak bejutni 2030-ra, nem tudják összekötni az embert a géppel. Nem lesz meg a szingularitásuk, amit már 1930 óta álmodnak és vágynak. Hogyha felébred a magyarság tudat, az egység tudat, hogy megvédjük a saját értékeinket, akkor ők elbuktak. Akkor buktak el. Minden más esetben a politika, a jog, a közgazdaság és a megosztottság útját járók miatt bukhatunk el mi. Máshogy se, hogy itt van belül a hang, csak egymásnak meg kell adni. Köszönöm.